Megvenni nem tudta, hatósági eljárással tartja Magyarországon a Golgotát. Az állam Munkácsy Mihály híres festményért több mint 2,5 milliárd forintot, másfélszer annyit kért amerikai tulajdonosa, mint amennyit a jegybank fizetett volna érte. Pák Imre vasárnap bejelentette, hogy talált más vevőt és hazaviszi a képet. A miniszterelnökség ezután kezdeményezte a kép védetté nyilvánítását. A tulajdonos évekkel ezelőtt adta kölcsönbe a festményt egy debreceni múzeumnak, bunkósbot politikának nevezte most a kormány eljárását. Együtt a Munkácsy trilógia. Az Ecce Homo évtizedek óta, a Krisztus Pilátus előtt pedig alig több mint két hete a magyar állam tulajdona. A harmadik darabot, a Golgota címűt hónapok óta próbálja megvenni a jegybank. 6 millió dollár közpénzt kínáltak érte a nyereségükből. A magyar származású amerikai tulajdonos Pák Imre viszont 9 milliót, vagyis több mint 2,5 milliárd forintot kért. Vasárnap közölte, hogy talált rá más vevőt ennyiért. A miniszterelnökség ezután kezdeményezte a védetté nyilvánítást. A kezdeményező miniszterelnökségnek a célja, hogy minden jogi eszközre adjunk meg annak érdekében, hogy Munkácsy Mihálynak ez a fantasztikus alkotása magyar érdekkörben maradjon. A képet most a Szépművészeti Múzeum szakértői vizsgálják majd. Az ő véleményük alapján végül az Örökségvédelmi Központ, a miniszterelnökség háttérintézménye határoz a védetté nyilvánításról. A hatóság vezetője szerint nem számít, hogy külföldről adták kölcsönbe a festményt, ha az a magyar kultúra szempontjából kiemelkedő jelentőségű. 90 napjuk lesz, hogy ezt eldöntsék. De a Golgota már most sem hagyhatja el az országot, mert az eljárás elkezdődött. Ideiglenesen védetté válik a műtárgy. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a már védetté nyilvánított műtárgyakra, vagyis nem vihető ki az országból véglegesen, csak ideiglenesen engedéllyel. A Golgotára az államnak, illetve a jegybanknak mostantól már elővásárlási joga is van. Persze bárkinek eladhatják, de az új tulajdonos csak engedéllyel és csak ideiglenesen viheti majd ki az országból. Az RTL Klub 4 éve forgatott Pák Imre budapesti lakásában, és a New Yorkiban is. A falak magyar festők méreg drága festményeivel voltak tele. Ma az Egyesült Államokban értük el. Azt mondta, 2 hét múlva jött volna a képért, most szembesült vele, hogy már hiába. Én ezt olyan bunkós bot politikának könyvelem el, hiszen nekem jogomban van kérni annyit a képért, amennyit én elképzeltem, majdnem, hogy egy ilyen lopott képnek fogom tartani. Pák Imre azt mondja, nem adja oda olcsóban a képet, és valószínűleg pert indít a magyar állam ellen.